Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a 17 háztömb kerekasztal beszélgetésén, ahol a rasszizmust fogjuk kitárgyalni, a rasszizmusról szóló diskurzusokat és különböző tapasztalatokat meghívott szakértőinkkel. Engem Máté Dezsőnek hívnak, és itt van mellettem Kanicsár Ádám. Ő újságíró, többek között a Humennek az egyik kiemelkedő újságírója, valamint a Jelennek is dolgozik. Online van velünk Ignácz Judit, civil jogi aktivista, és többek között az Amapunch online média, újonnan létrejött média platform egyik neves arca, de erről majd ő többet fog beszélni. És szintén velünk van Luca Wilson, kulturális antropológus. Ennyit elöljáróba. És akkor igazából kezdjük is. Annyiban talán szerintem megegyezhetünk, hogy a film az eléggé erős. Tehát, hogy én nekem, amikor megnéztem, akkor nagyon-nagyon kétes érzéseim voltak, és nem igazán tudtam hova tenni, mert nagyon sok felszíne van, és nagyon sok kérdést feszeget. De először igazából titeket szeretnélek erről megkérdezni, hogy amikor megnéztétek a filmet, akkor milyen gondolatok és milyen érzések kavarodtak bennetek a téma kapcsán. Akkor először Judit, utána Luca, és akkor Ádám, léci, hogy nektek mi volt a tapasztalatotok ezzel kapcsolatosan. Akkor sziasztok! Én nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a beszélgetésnek. Mikor megnéztem a filmet, akkor bennem nagyon vegyes érzelmek keringtek, mert hogy ahogy te sem, Dezső, én sem tudtam hova rakni. Ugye a droghasználat ez az egyik ilyen alapvető probléma, ami megjelenik a filmben, és közben meg próbálok szépen diplomatikusan fogalmazni. Különböző társadalmi problémák mellett nekem kicsit, keresem a szavakat, mert hogy én igaziból nekem több idő kell ahhoz, hogy ezt így magamban letisztázzam, és reflektálni tudjak erre a filmre, mert helyre kell tenni dolgokat a fejemben ezzel kapcsolatosan igaziból. Értem. Köszönöm. Luca? Hát igen, tehát hogy először engem is így nagyon letaglózott, és úgy érzelmileg is az embernek fel kell dolgoznia azt, amit lát, közben pedig egyáltalán nem meglepő sajnos az, amit mutatott. Tehát, hogy volt benne egyfelől egy meglepetés, és másfelől pedig egy ismerősségérzet, és ennek az is az oka, hogy nagyon szeretem a dokumentumfilmeket, és rengeteg hasonló témával foglalkozó dokumentumfilmet láttam, de hogy ez azt gondolom, hogy egy olyan valóság is, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy különböző valóság buborékokban létezünk, akár csak egy városban vagy a fővárosban ezek a kis mikrotársadalmak párhuzamosan élnek egymás mellett, és nem azt látjuk mondjuk itt külső Ferencvárosban, én nem azt látom, mint aki a budai hegyekben lakik, tehát hogy ezek a valóságok együtt léteznek, de hogy ugyanakkor szemünk előtt van valahol egymás valósága, és ez volt nagyon érdekes a címben, ami kifejezte ezt a 17 háztömböt, ami gyakorlatilag ezt a mélységek és magasságok, amit nagyon jól érzékeltetett ez a folyamatos költözés is, de gyakorlatilag ugyanabban a mikrokozmoszban maradtak, ugye hiába mozogtak jobbra-balra. És nekem három olyan téma jutott eszembe, még azon kívül, amit Judit mondott, hogy egyrészt az etnikum, az egy nagyon fontos téma benne, a másik a státusz, vagy az osztálykülönbségek, és a harmadik az pedig a lakóhely, ami nekem még nagyon erősen bejött. És akkor előjáróban csak ennyi, aztán még van sok ilyen társadalom
tudományi vonatkozása, ami eszembe jutott, de hogy ez alapvetően ezek, amikre így nagyon erősen reflektált a film, és közben én is próbáltam azt is, amit tanultam, mondjuk társadalomtudományi vetületben ezekről, másrészt meg amit éreztem közben. Tehát, hogy ezek így folyamatosan reflektáltak egymásra bennem. Értem, köszönöm. Ádám? Hát először is én is, oké, ezt leveszem, mert tényleg nagyon visszhangzik, figyelmeztettek rá a technikusok. Előjáróban én is először szeretném megköszönni, hogy itt lehetek, és köszöntök mindenkit, aki online követi ezt a beszélgetést, és így ilyen formán is ezekben a nehéz időkben életbe tartjuk ezeket a rendkívül fontos eseményeket. Miközben néztem rá, számomra is ez egy óriási érzelmi hullámvasút volt az egész, hiszen az ember itt valóban minden pixellel benne van egy másik család életében, és ahogy telnek az évek, úgy valóban elkezdünk rájuk családtagként nézni, és tényleg minden tragédiájukat, minden drámájukat bőr közelségben érezzük, hogy mi történik velünk. És utána nekem is kellett egy kis idő természetesen, meg alapvetően szerintem attól jó egy film, attól jó egy dokumentumfilm, hogyha több nap kell ahhoz, hogy az ember feldolgozza és helyére tegye a dolgokat, illetve megágyazzon olyan dolgoknak, amiket majd elkezd tovább gondolni a film megtekintése után. De számomra, ami, és örülök, hogy Luca is elővett fogalmakat, amik megragadtak benne a film után, számomra ez a kettő fogalom az mindenképpen a szerencse, illetve az okozat volt, hiszen a filmben, miközben nézzük a filmet, folyamatosan felvetülnek bennünk sokszor nagyon érzelemdús kérdések, hogy miért csinálod ezt, miért rontod ezt el, miért emellett döntesz, és a többi, és a többi. És ahogy haladunk a filmben, mindenre nagyon jó választ kapunk, hogy minden tragédia mögött rejlik egy emberi magyarázat. És miközben ezen gondolkoztam, hogy ez a film mennyire jól foglalja össze ezt a meglátást, hogy én mégiscsak LMBTQ aktivistaként és újságíróként vagyok itt, hogy ezt hogyan tudom majd neked párhuzamba állítani ezzel, hogy érdekes, hogy magának a hétköznapi embernek, vagy annak az embernek, aki a többségi társadalomban él és létezik, annak igazából nem teljesen mindegy az ok, hogy ki miért viselkedik úgy, vagy kinek miért alakul úgy a sorsa. Mert hogyha megnézzük ezeket a kisebbségeket, a különböző etnikumokat, ezeket a fajta kisebbségeket, amik nem szexuális kisebbségek, azoknál mindignél ott van az ok, ami ebben a filmben is ugye kiderült, hogy miért alakul úgy az élete, ahogy alakul az élete. Viszont, hogyha például az LMBTQ közösséget nézzük, ott nincsen ok, ott csak egyfajta létezés van, ami miatt az emberek nem fogadják el. Szóval nekem ez volt egy kicsit benne nagyon szomorú gondolat, hogyha nem vagy a többségi társadalom tagja, akkor igazából teljesen mindegyek az okok. Az a lényeg, hogy nem vagy a többségi társadalom tagja, innentől kezdve el leszel ítélve valahogy. A szerencse pedig az, hogy ahogy eszembe jutott a film kapcsán, hogy igen, óriási szerencse kell, hogy a többségi társadalom tagja legyél, és akkor nem fogod átélni azt, amit azok az emberek átélnek, akik azt a család átél, amit látunk ebben a filmben. Szerintetek ez a film egy sikersztori, vagy pedig gyakorlatilag újra termeli a sztereotípiákat az afroamerikai emberekről? Tehát mit gondoltok? Én nekem nagyon sokszor volt ez az érzésem, hogy amikor nézem, akkor gyakorlatilag megint be akar lépni valakinek a világába, aki egy külső szemlélő. Itt ugye konkrétan arra gondolok, hogy a rendező az nem egy afroamerikai ember, és körülbelül 20 éven keresztül ő végigkövette egy afroamerikai családnak a történetét egy kamerával. Ez ugye mondjuk nagyon hajaz a kulturális antropológiai megközelítésekre, és kutatásmódszert arra is, de hogy nekem ez egy kicsit... Én ezt nem igazán szoktam egyébként nagyon szuportálni, ezt a fajta megközelítést, de ez már az én bajom vagy dolgom. De szerintetek mennyire van valakinek joga belépni mondjuk ebben az esetben valakinek az életébe mondjuk tényleg 20 éven keresztül, és azt a valóságot megmutatni egy kamerán keresztül, amit ő gondol, hogy a valóság? Érthető voltam, amit szeretem megkérdezni. Nyugodtan, Luca, Judit és mondjuk Ádám.
Én most nagyon sokat beszélek, úgyhogy átadnám először a lányoknak a hangot. Hát az kimarad, bocsánat, én is köszöntelek titeket, úgyhogy sziasztok és üdvözlök mindenkit. Nagyon érdekes a kérdés felvetésed, Dezső, mert hogy pontosan ez a kulturális antropológiában, és kiemelten, ha már filmművészet, a vizuális antropológiában, ez egy nagyon hangsúlyos etikai kérdés, hogy vajon a megfigyelőnek egyáltalán joga van-e ilyen szempontból, ugye egy ilyen intervencióként úgy beavatkozni a megfigyeltek életében, mennyire folyt bele, mit mutatott meg, hiszen sokszor azt mondják egyébként, hogy a megfigyelőnek a valóságáról több mindent elárul egy-egy ilyen végtermék, mint adott esetben a megfigyeltekről, hiszen ha ő ment végig a döntéseknek a fázisain, akkor ő volt az, aki meghatározta rendezőként azt, hogy mi az, amit ő meg szeretne mutatni, és azt hogyan a megfigyeltek életéből. És igen, tehát hogy ez szerintem egy nagyon problematikus kérdés, amit felvetettél, és egyébként egy metszett szemléletű feminista podcastet visszák a MiaFemmet, a másodmagammal, és ott például sokszor felvetjük ezt a kérdést, ami ugye ez a male gaze, mint férfi tekintet, tehát hogy a megfigyel, sokszor ugye a döntéshozók például a filmiparban mind férfiak, és van egy olyan beállítódás, hogy a nő mint egy megfigyelt tárgy gyakorlatilag egy passzív szerepben van ábrázolva a képernyőn, és itt ezt halmozottan fel lehet hozni ezt a témát, hogy ugye volt egy white male gaze tulajdonképpen, tehát egy fehér férfi tekintet az egész történetben, és idehoznám például a Barry Jenkinsnek az alkotásait, ugye, aki a Holdfénnyel Oscar-díjat is nyert, és hogy ő pedig egy fekete rendező, aki szintén fekete karaktereket, az ő sorsikat ábrázolja, ugyan nem dokumentarista módon, de hogy érdekes lenne a kettőt így párhuzamba állítani. Én ebben őszintén szóval nem foglalnék állást, csak maga, tehát szerintem az mindig jó. Én például az ilyen filmeknél mindig meg szoktam nézni a rendezőt, a stábot, tehát utána nézek a háttérnek, milyen filmeket alkottak, tehát hogyan nyúltak a magához, a témához. És nem jelenteném ki azt, hogy egy fehér rendező nem rendezhet, vagy nem alkothat fekete karakterekkel történetet. Csak ezt mindig szem előtt kell tartani, hogy ez a helyzet, és érzékenyen hozzáállni a témához neki is, illetve a döntési procedúrákban. Például volt egy olyan rész, amikor azt mondta a nagymama, hogy Cheryl, hogy 9 éves volt az Emmanuel is, amikor kézbe kapta a kamerát. És akkor elgondolkoztam azon, hogy vajon mennyire kooperációban működött például a rendezővel az Emmanuel, vagy hogy hogyan dolgoztak együtt, és ott nekem az azt feltételezte, hogy egy talán valamilyen kooperatív módon, de nem tudom, ez csak spekuláció részemről. De itt a film elején megemlítik, hogy a család nagyon sok tagja kapott kamerát a kezébe, és hogy ők vették fel a nyersanyagnak a lényegét. Szóval ilyen szempontból viszont ez valamilyen szinten azért máshogy szemléli, hogy nem oda ment egy fehér rendező, bekopogtatott az ajtón, és akkor elkezdte forgatni. Illetve ez most nagyon rosszul veszi ki magát, hogy itt ül a fehér srác, és megvédi a fehér rendezőt. De nyilván azért nem az történt, hogy bekopogott a rendező az ajtón, és 20 évig ott maradt ebben a családban. Itt azért biztos volt valami komolyabb kooperáció. Egyrészt ezt akartam hozzáfűzni ehhez a gondolathoz, illetve Lucára is reflektálva. Másrészt pedig itt azért, hogyha nincs ez a rendező, akkor nem ismerjük meg ennek a családnak a történetét, és a családnak a története rendkívül sok gondolatot, rendkívül sok problematikát mutatott be. És megjegyzem, hogy ez amúgy egy tényleg, ahogy mondta Luca is, hogy nagyon összetett probléma, ez egy nagyon összetett szituáció is, mert most például pont volt a Humannek egy címlapja, ahol ugye ti voltatok, mint Roma LMBTQ aktivisták, és ott például nekem is volt olyan gondolatom, hogy ez rám hogyan hat, hogy most lehet, hogy én leszek majd a
hogy tűnhetek ebben az egész szituációban úgy is, hogy na a fasz a fehér gyerek, aki most a szabadságot hirdeti, és akkor ezzel akar magának valamilyen hírnevet szerezni, hogy összehoz egy ilyen címlapot más fasz a fehér gyerekekkel együtt. Szóval ez egy nagyon összetett dolog, amiben szerintem csak akkor tudjuk meg az igazságot, hogyha elbeszélgetnénk a rendezővel, illetve a szereplőkkel, hogy köztük milyen kooperáció volt, mennyire volt megbeszélve, hogy mi hogy fog történni, mert szerintem, amikor mi ketten összehoztuk ezt a címlapot, érezted, hogy 100%-osan megbeszélünk veletek mindent, hogy mindenképpen úgy legyen egy társadalmi csoport ábrázolva, ahogy ez biztosan számotokra jó, még a betűtípusnak a színét is megvitattuk veletek. Úgyhogy itt azért szerintem ez nem mindenképpen bűnös dolog, nem mindenképpen rossz dolog, attól függ, hogy hogyan működik a kooperáció az emberek között. De ez lehet, hogy csak tőlem naív. Minden igazság igazság valahol. Judit? Én így kapcsolódva kicsit röviden próbálom összefoglalni, hogy így teljesen egyetértek mind a két előttem szólóval, csak az Amepans online beszélgetés sorozatnak vagyok a tagja, csapatnak a tagja, és beszéltünk már a roma ábrázolásmódról, vagy a káros roma ábrázolásmódról, és hogy a legtöbb ilyen média felületen, platformon, filmekben, versekben, mindenhol, legtöbbször ez mindig ilyen nagyon káros, és hogy ott jött fel a beszélgetés során ez az ilyen nagyon trükkös dolog, pont mikor nem romák és romák találkoznak, és ezt a Jóci említette, ezt a problémát így felvetette, hogy sokszor van az, hogy azok a romák, hogy az a roma ábrázolásmód kap szerepet, és azoknak a romáknak a hangja jut el a mainstream médiába, akik megerősítik a nem romák által használt narratívákat. És hogy szerintem ezért ez nagyon egy trükkös dolog, és kicsit az első kérdésedre, Dezső, azért nem tudtam válaszolni, mert hogy ezek a kérdések még mindig motoszkálnak bennem a filmmel kapcsolatosan, hogy megerősítette a sztereotípiákat, vagy nem, és közben meg, hogyha igen, és én inkább hajlok e felé, akkor milyen ilyen trükkös módon, hogy igaziból annak a közösségnek a szájából halljuk a sztereotípiákat, vagy egy részét, akik, tehát a közösséget érintő, maguktól tőlük halljuk, és nem pedig éppen a, nem tudom, amerikai fehérektől. Tehát, hogy az, próbálom ezt így érthetően átadni, de hogy így szerintem ezért volt ilyen, nekem kicsit még ilyen, még emésztenem kell, hogy akkor mi is történt ebben a filmben. Ez, hogy igaziból oda ment egy fehér ember, és beleadta a szájába a szavakat a szereplőknek, hogy már pedig, nem tudom, te igenis nem szegény vagy, droghasználó vagy, és hogy ezek a dolgokra ráerősítve igaz egy példát mutatott meg, csak hogy az van, hogy szerintem az alkotónak a felelőssége az, hogy milyen hatást fejt ki éppen a dokumentumfilm, amit készít, és az a helyzet, hogy szerintem nem mindenki tudja kritikus szemmel nézni az ilyen filmeket, és nem az lesz, hogy jaj, ez egy darab családnak az életéről szólt, hanem az lesz, hogy ez így általánosságban a feketékre igaz. És szerintem ez eléggé káros. Igen. Kapcsolódva az elhangzottakhoz, én is egyébként azt gondolom, hogy azon gondolkoztam egy csomót, egyébként, hogy ez a film ez egy sikersztori, vagy egy úgymond szenvedéstörténete valakinek. Tehát kinek a sikersztoria, vagy kinek a szenvedéstörténete. Tehát sikersztoria mondjuk az afroamerikai közösségnek azért, mert van kiút mondjuk a droghasználatból, ami egyébként magában is szerintem eléggé sztereotíp, hogy bemutat egy olyan problémát, mint a drog, egy afroamerikai közösségen keresztül, ami szerintem még inkább újra termeli a sztereotípiákat az afroamerikai emberekről. A másik meg az, hogy oké, okay, hogy van kiút, meg hogy le lehet tenni a drogot, és hogy nem tudom, valaki lehet sikeres, de hogy azért mégiscsak meghal a főhős, aki ugye
sikeresebb lehetett volna mondjuk, mint az édesanyja, aki oké, letette a végén a drogot, de hogy mondjuk ugye a sikerfaktora mondjuk az Emmanuel esetében az lehetett volna, hogy ő egy sikeres tűzoltó lesz. De ugye, tehát hogy most ez egy sikersztori, vagy egy szenvedés története az embereknek? Mert hogy most azért kapcsolódok a magyarországi romákhoz is valamennyire, mert hogy azért ugye most van ez a roma hős kultusz, az, hogy egyetemet elért roma emberek is léteznek, mint valami szuper unikorn is, és akkor ezeket így elkezdi a média mutogatni. Tehát, hogy egyszerűen, tehát, hogy engem ez valamennyire zavar, hogy ne úgy legyen bemutatva szerintem egy, mint egy roma, mint egy afroamerikai ember, mert nagyon sikeres, mert nagyon szegény, hanem azért, mert mondjuk ember. Vagy tehát, hogy ez nekem nagyon ilyen kontraproduktív. Tehát az egész filmben én ezt éreztem, mert hogy a drogot mutatja be a filmben, a szegénységet, a gyerekeket, hogy nagyon sok gyerek van, a balhét, a lövöldözést, a vért. Tehát, hogy ezek szerintem mind olyan képek, amik itt tudat alatt tökre megerősítik az afroamerikai emberekről a negatív sztereotípiákat. De cáfoljatok, hogyha nem így van, vagy mit gondoltok erről? De most, hogyha itt azért továbbra is arról van szó, hogy ezeknek a felvételeknek egy nagy részét a szereplők készítették. Szóval, hogyha most azt mondta volna a filmkészítő, hogy nem teszi bele a lövöldözést, nem teszi bele a drogot, nem teszi bele azt, hogy a család egyik tagja mibe halt bele, akkor viszont az igazságot hamisítaná meg ezzel. És amúgy tudom, érzem, és tudom, hogy hogyan tud ez a film sztereotíp filmé válni, de én úgy érzem, hogy nem lett kimondottan sztereotíp film, mert valóban egy család vette fel a saját kezével a saját maga történeteit. És nem egy forgatókönyvről beszélünk, ahol azt mondta a rendező, hogy te most ülj ide, és szívjál öltem egy krekket, vagy nem tudom, hanem az történt, hogy ott volt egy nagyon-nagyon erős jelenet, amikor maga a kisgyerek vette fel azt, hogy az anyja hogyan fogyaszt drogot, és ott a közelbe se volt a rendező, hanem ezt a kisgyerek a mindennapjában élte meg. És itt nyilván nagyon nehéz nem sztereotípnak lenni, de nem tudom, hogy mennyire esünk az ilyen kritikával abba a hibába, hogy mi gondolkodunk úgy, hogy itt fekete emberekről van szó, vagy színesbőrű emberekről van szó. Mert itt annak a környéknek, ebben a 17 saroknyi utcának a lakói bárkire rábögtek volna, akár kínai származásokra, akár fehérekre, akárkire, minden bizonnyal a bandaháború, minden bizonnyal a lövöldözés, minden bizonnyal a drogproblémák ugyanúgy felvetültek volna, csak itt pont egy színesbőrű családot választottak, akit aztán nem egy évig követtek, nem két évig követtek, hanem 20 évig követtek, és azért azt ne felejtsük el, hogy igen, sikersztorik is vannak benne, hiszen végül az apuka is jó útra tér, az anyuka is jó útra tér, de közben számomra az egyik legfontosabb szereplő, aki abszolút nincsen főszerepbe téve, az a szerencsétlenül járt Emmanuelnek a menyasszonya, aki kitart még további 10 éven keresztül is a család mellett, és nála például abszolút nem mutogatják a kamerába, hogy hú, ő mennyire sikeres lett, és mennyire kilépett, vagy mennyire társadalmi szintet lépett, de mégis folyamatosan érzett, hogy ő vitte valamire, de ezt a rendező mégsem akarja erőszakosan lenyomni a nézők torkán. Nekem ez a véleményem. Én csak így, nekem az jutott eszembe, vagy így mindig az jut eszembe az ilyen dokumentumfilmeknél, hogy miért pont ezt a családot, hogy miért pont ezek az emberek, csoportok lesznek az alanyai a dokumentumfilmnek. És például, nem tudom, a végén így az jutott eszembe, hogy a rendező miért nem mondjuk egy középosztálybeli afroamerikai családhoz megy, és mutatja be az ő életüket, vagy mondjuk az ő harcaikat a rasszizmus ellen a mindennapokban, miért pont ebbe a közösségbe ment, miért pont ezt mutatta meg, hogy mi volt mondjuk ezzel a célja, mert hogy ugye ez az ő döntése volt, ez az ő célja volt, és felelősséget is kell vállalnia
a dokumentumfilmjének a hatásával. Tehát, hogy nekem mondjuk ez egy ilyen örök kérdés marad, hogy miért ez, mert ez elég hajhász vadász, vagy ez az, ami hatást okoz, vagy hogy mi ez mögött, nem tudom, mi van ez mögött. Nekem például egy olyasmi is eszembe jutott ennek kapcsán, ugye, ahogy mondták, hogy hány év telt el, és ugye a 90-es évek végétől kezdte, 90-es évekbe kezdte el, ugye, filmezni 99, igen. Tehát, hogy azt is így, legalábbis próbáltam belegondolni, ugye a Los Angeles-i zavargások, ugye megelőzték ezt, O.J. Simpson, stb. Tehát, hogy próbáltam abba belegondolni, hogy mi az a kulturális millió, amiben ő úgy döntött, vagy az akkori kultúrtörténeti millió, hogy ő úgy döntött, hogy őket, ezt a családot választja ki, és így ábrázolja, mert valóban kiválasztott volna egy ugyanolyan szegény réteghez tartozó fehér családot is, és ahogy említettétek, valóban valószínűleg hasonló problémákkal küzdöttek volna, de hogy talán azóta már én azt gondolom, hogy az elmúlt 20-30 évben talán ezek a kultúrtörténeti diskurzusok már lehet, hogy máshol is tartanak, mint akkor, amikor ő ezt elkezdte vizsgálni. Tehát, hogy valóban például mostanra eltolódott ez a beszélgetés oda, hogy mély szegénységről beszélünk inkább, és azoknak a tünet jeleiről sem, mint mondjuk ilyen etnicizált szegénységről. És abban az érában ez nagyon tipikus volt, hogy a szegénység képet egy ilyen etnicizált szegénység képpel állandóan mutogatták, és hogy azt érzem rajta, hogy talán picit ebből az érából érkezett ő, és lehet, hogy most már másképpen választana, vagy döntene, nem tudom. Tehát, hogy ez igen érdekes dolgokat vet föl, amikor arról beszélünk, hogy a szegénység újratermelődése például. Tehát, akkoriban inkább az volt Amerikában az ilyen általános elterjedt diszkuszió, hogy ennek van egy ilyen kulturális átörökítése, tehát hogy amit lát a gyerek, és amit a nem tudom micsoda, és most meg, ahogy követem az eseményeket, inkább strukturális szinten szokás erről beszélni, tehát hogy van egy ilyen shift, vagy legalábbis amit így szociológiában, társadalomtudományi diszkuszióban érzékelek, és ez biztos, hogy a filmalkotásra is hatással van, de amilyen hasonló filmeket láttam például fehér, mély szegénységben élő amerikaiakról, nagyon hasonló történetek kerekedtek ki belőle, sajnos, tehát hogy igen, csak ennyit szeretem hozzáfűzni. Ezek teljesen jó gondolatok. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek ebben a filmben mi a hajtó ereje? Tehát az, hogy bemutatja ezeket a társadalmi hatásmechanizmusokat, ezeket a strukturális rasszizmusnak a jegyeit, vagy esetleg van benne valami társadalmi felelősségvállalás is, ami mondjuk a rendezőnek egy fontos dolog. Tehát, hogy szerinted megjelenik benne a társadalmi felelősségvállalás, vagy a szolidaritás? Bárki. Bocsánat, én lehet, hogy ilyen nagyon pessimista vagyok ma, vagy nem jó lábbal keltem fel reggel. De hogy én azt érzem, hogy inkább ilyen nagyon lesajnáló, és méltó, és tehát méltóság nélküli képet ábrázol. Nekem legalábbis nem méltóság teljes az a kép, amit látok erről a családról, és ilyen nagyon lesajnáló, kicsit ilyen irányba megy el nekem. De lehet, hogy nem tudom, ha holnap kérdeznétek, akkor mást gondolnék, és csak ma van ilyen napom, de hogy kicsit én ezt érzem. Nekem, és ez inkább csak egy kérdés lesz, ami felvetődött bennem a film közben, és ami ez, inkább most ez furán hangzik, mert nem vagyok a moderátor, de hogy szeretném, hogyha erre reflektálnátok, vagy hogy nektek erről mi a véleményetek, de nekem volt egy annyira
furcsa gondolatom, miközben néztem a filmet, és amikor ugye meghalt benne az egyik családtag, nem szereplő, hanem az egyik családtag, Emmanuel, hogy akkor azért lehetett egy nagyon-nagyon gonosz, rossz gondolat a rendező agyában, vagy aki vezette ezt a projektet, és aztán filmet csinált belőle, hogy váó, most van meg az a indikátor, ami ezt a filmet igazán érdekessé, vagy nagyjá teheti. És számomra utána volt furcsa, hogy hol vannak azok a terek, ahol meg kell állítanunk valaminek a ábrázolását, hogy amikor mutatták ott a vérrel teli előszobát, ahogy mosták fel, ahogy nézték a gyerekek, hogy a macska játszik rajta, vagy a temetést, hogy mik azok a határok, amik elmennek egy nagyon-nagyon szenzációhajhász vonalba, és anélkül is értettük volna a családnak a fájdalmát, illetve azt, hogy mekkora tragédia történt ebben a családban, vagy mindenképpen kellettek ezek a temetéses, véres jelenetek, amik viszont valóban a rendező felelőtlensége, de itt jelentkeznek is. Én szerintem ez tök jó, hogy említed, mert hogy én pont ennél a résznél azt gondoltam, hogy ez túl sok. Hogy szerintem ez már az ilyen privát életnek a megsértéséhez közelített, és én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezt így beraktam volna, hogyha van egy kis emberség bennem, akkor egy gyászoló családnak tényleg azokat, hogy a vért mossa a falról konkrétan, nem hiszem, hogy ez egy olyan kép, akár dokumentumfilm készítő szemmel, amit így etikusan, erkölcsösen megmutatnék. De hogy amúgy meg nekem nagyon nehéz erről a filmről, bocsánat, utca, mindjárt egy mondat, hogy nekem nehéz erről a filmről beszéljek, mert hogy amerikai kontextus, afroamerikai kontextus, és hogy hoz, tehát hogy ez kicsit úgy, én nem érzem magam hiteles, tehát nem biztos, hogy én vagyok a hiteles, nem tudom, beszélő ezzel kapcsolatosan, mert hogy annyira nem tudok kapcsolódni ehhez a csoporthoz. De átadom a szót a Lucának, mert már most nagyon sokat beszélek. Igen, szerintem tök jogos a felvetésétek, és nekem is ugyanez a jelenet volt az, aminél így összeszorult picit a gyomrom, és ugyanezen okok miatt a WordPress sajtófotókiállítást is minden másik évente is skippelem, mert hogy ott is vannak olyan háborús, polgárháborús jelenetek, amiknél úgy elgondolkozik az ember, hogy a lencse túloldalán állónak az etikai mércéről, és vagy egy Robert Kapa kiállítás, most tök mindegy, hogy, tehát, hogy maga ez a háborús dokumentarista fotózásnak a műfaja, ebben rengeteg olyan kérdés van, ahol mondjuk szerintem az utca emberét megkérdezzük, valószínűleg 10-ből 8 ember nem vállalná be, hogy ott lenyomja az exponáló gombot, és ilyen hasonló dolgok kavarogtak bennem is, hogy nyilván ezt akár dokumentarista filmezésnél is lehet szimbolikusabban ábrázolni, de ő valószínűleg ezt az utat akarta végigjárni, hogy nagyon explicit tartalmakkal dolgozott, és hát ez rengeteg etikai kérdést feszegelt, tehát ez bennem volt, hogy vajon miért, és a másik pedig az, hogy ilyenkor legalábbis kulturális antropológiában az egy bevett módszertani lépés, hogy visszavinni mindig a közösségbe az anyagot, a kigyűjtött anyagot visszavinni, és hogy kíváncsi vagyok erre például, hogy ezt a család együttesen azt mondta, hogy igen, legyen benne ez a véres jelenet, tehát hogy ez mondjuk érdekel volna, hogy mi történt, és nagyon érdekes megint csak a Bergie Jenkins idehozva, hogy amikor a méltóságról beszélte Judit, hogy például ő is megjeleníti, tehát ő autobiografikus élményekből táplálkozik, amint az édesanyja vagy a főszereplő édesanyja éppen krekket szív, és az egész ilyen diszfunkcionális csonka család erőszak, abúzus történetet bemutatja, ami nagyon sztereotíp ugyanakkor, csak hát
valahol neki meg ez volt a valósága. Tehát, hogy itt megint fölmerül a kérdés, hogy hát akkor mit csináljak? Tehát, hogy fekete rendezőként, hogyha ez volt az, amiben éltem, és szeretném megmutatni a filmművészet eszközeivel, de ugyanakkor meg újra termelek egy nagyon sztereotíp nézőpontot, tehát hogy nem lehet, hogy inkább a túloldalon azok az emberek, akik azt mondják, hogy hát már megint egy fekete, aki krekket szív, ennek ha a mögöttes okairól lenne beszélve és tanítva, akkor másképp tudnánk ehhez hozzáállni. Értem, köszönöm szépen. Ugye itt alapjában véve arról beszélünk, hogy kinek van hangja, kinek lehet hangja, társadalmi felelősségvállalásról és szolidaritásról, és nem tudok elmenni az elmúlt hónapok történései mellett, itt konkrétan a George Floyd gyilkosság mellett gondolok, valamint arra, amit Magyarországon történt az elmúlt hónapokban, hogy egy-két dátumot és infót vagy adatot felfrissítsek gyorsan. Tehát, hogy megpróbáltam igazából összehasonlítani, vagy párhuzamba állítani az itthoni eseményeket azokkal az eseményekkel, amik ott történtek. Tehát ugye gyakorlatilag május 22-én volt a Deák téren ez a késelés, ami elindított egy lavinát. Május 25-én ugye megtörtént George Floydnak a gyilkossága. Május 28-án itthon a szélső jobb oldal, vagy hát egy szélső jobb oldali szemléleteket néző pártnak volt egy tüntetése, ahol több szintén szélsőséges nézeteket valló csoporttal együtt, vagy közösen tüntettek, vagy szolidáltak, igazából felléptek, ahol több mint 3000 ember megjelent a Deák téren. Utána néhány nappal később ugye kiderült, hogy a Deák téri gyilkosságnak az áldozata, mint az elkövetője, egyik sem volt roma, és ugye az volt a legfőbb hírindikátor, hogy ezek az emberek romák, de hogy a szóvivője ennek a pártnak utána azt nyilatkozta, hogy teljesen mindegy, hogy az elkövetők romák voltak vagy nem, a bűncselekmény típusa számít, ami ugye roma vagy cigány eredetű, tehát hogy ez a lényege. És akkor utána június 7-én volt a Black Lives Matter áldozatainak egy ilyen emlékezetére való szolidaritás tüntetés az amerikai nagykövetség előtt 12-től 13 óráig, ez ugye a Szabadság téren volt, és ugyanazon a napon, ugyanazon a téren, csak egy óra különbséggel szintén volt egy megemlékezés az úgynevezett Roma Lives Matter civil jogi tüntetés. És ugye az történt, hogy egy órakor véget ért a Black Lives Matter tüntetés itthon Magyarországon, ahol több mint 1000 résztvevő volt, és bejelentették a rendezők, hogy aki szeretne, az csatlakozzon a Roma Lives Matter movementhez, és vállaljunk közösen szolidaritást, és emlékezzünk meg azokra a roma emberekre, akik szintén gyűlöletbűncselekménynek az áldozatai voltak, vagy az áldozatai. És a Black Lives Matternek a 90%-a, a résztvevőknek a 90%-a elment haza, és a Roma Lives Matternél voltak maximum 100-an. Mi ennek az oka szerintetek, hogy miért nem akarjuk észrevenni azokat a problémákat, amik itthon Magyarországon vannak, gyakorlatilag a szomszédunkban együtt élünk, egymás mellett ülünk, együtt tanulunk, vagy tanulnánk, ha nem szegregálnának. De hogy szerintetek ennek az egész ilyen hipokratikus társadalmi berendezkedésnek mi az oka? Mert hogy egyébként ez egy közös tüntetés lenne, vagy egy közös kiállás. Judit, Luca és Ádám. Az amepáns beszélgetésben is említettük már, hogy azt tapasztaljuk, ugyanúgy, ahogy Dezső, te mondtad, hogy az amerikai rasszizmus nagyon sok mindenkit zavar, aminek hangot is adnak,
a közösségi médiában is, és offline is, ugye volt ez a demonstráció, vagy megtüntetés, viszont a magyarországi rasszizmussal kapcsolatban nagyon sokan hallgatnak, persze tisztelt a kivételnek, de hogy így, nem tudom, az a konklúzió, vagy arra jutottunk, hogy könnyebb szolidaritást vállalni tisztes távolságból, és akár trendi is kitenni egy Instagram sztoriba, vagy postba, vagy különböző hashtagekkel, nem tudom, vagy Facebook profilképnek, de hogy itthon azt felvállalni, vagy ezt felvállalni, vagy szolidaritást kifejezni a romákkal kapcsolatban publikusan, az rizikós, annak súlyos következményei lehetnek szakmailag, vagy magánéletileg is, és amúgy ehhez tudatosság és bátorság is kell, ami hát nem biztos, hogy mindig jelen van a nem roma többségi társadalom részéről. Pedig aztán mindig az jut eszembe, hogy annyi minden van, amivel a nem roma szövetségesek szolidaritást tudnának kifejezni. Például szülőként szolidaritást lehetnek kifejezni azokkal a roma szülőkkel és a gyerekeikkel, akik évekig szegregált iskolában, alacsony minőségű oktatásban vettek részt, vagy a kényszer kilakoltatások ellen, vagy nőként azokkal a roma nőtársainkkal, akiket diszkriminálnak és megaláznak a kórházi ellátások során, a kényszer sterilizációról nem is beszélve, vagy LMBTQ plusz tagokként azokkal a roma férfiakkal, akik mondjuk az interszekcionalitás miatt nem csak szexuális orientációjuk miatt vannak megbélyegezve, hanem mondjuk a rasszizmus különböző formái miatt is, mert hogy ezeket is megtapasztalják. De hogy én azt érzem, hogy hát ez valahogy itthon, tehát hogy pont ezért, mert hogy kényelmesebb szolidaritást vállalni több ezer kilométerre lévő ügyekkel kapcsolatosan, és tényleg tisztelt a kivételnek. És amúgy még nem tudom, így azt tapasztalom, hogyha már így Amerika meg Magyarország, és amúgy én szerintem nem kell, meg nem is lehet összehasonlítani a két helyzetet, vagy azt a helyzetet, ami így történik a két helyen, viszont érdemes a folyamatokat megfigyelni, ezekre reagálni, hangot adni és cselekedni ezekkel a gyűlöletkeltő, akár politikai kampányokkal kapcsolatosan. De hogy nekem amúgy így az a tapasztalatom, és akkor most én nagyon általánosságban fogok beszélni, hogy én azt látom, hogy az amerikai fehéreknél elindult egy olyan tendencia, amikor így elgondolkodnak, hogy megpróbálják felismerni az előítéleteiket, megpróbálnak változtatni rajta, vagy legalábbis úgy csinálnak, de hogy nem sértődnek meg, vagy veszik személyes támadásnak, hogyha valaki visszajelez nekik ezzel kapcsolatosan. És azt gondolom, hogy itthon ez sajnos nem nagyon működik még. Itthon valamiért a rasszizmust egy erőszakos tevékenységnek, vagy diszkriminációnak definiálják, a szalonrasszizmus, meg a mikroagressziók nem nagyon kapnak elég hangsúlyt, de hogy ettől még ez még rasszizmus. És ha pedig valaki visszajelez valami rasszista, diszkriminatív vagy előítéletes dologért, akkor válaszként, reakcióként nem önreflexió történik, hanem személyes sértettség jelenik meg, vagy támadásnak veszik, és akkor jönnek ezek a mondatok, hogy miért támadjátok azokat, akik egy oldalon állnak, vagy hogy beleharapsz abba a kézbe, ami edni ad, és hasonló dolgok. Értem, köszönöm. Egyet értek veled, Judit, mert én is azt tapasztalom mind akadémiai szinten, mind civil jogi aktivista szinten, hogy amennyiben mi reflektálunk arra, hogy bocs, te rasszista vagy, akármennyi, akárhogyan ez a szalon rasszizmustól a nyilvános rasszizmusig, akkor állandóan az a reakció, hogy túlérzékenyek vagyunk, és
és hát szenvedünk. Tehát ez a szenvedésdiskurzus, ez az akadémiai kifejezése annak, hogyha próbálunk reflektálni a fehér rasszizmusra, vagy a fehérek általi rasszizmusra. De Luca, neked erről mi a véleményed? Igen, nekem is hasonló egyébként így a közel-távol viszonylatában, amit Judit említett, hogy nyilván kényelmesebb egy távoli ország távoli problémáival szimpatizálni, mert amint nagyon közeli lesz a dolog, az valóban önreflexióra késztet, ami rengeteg érzelmi erőforrást is igényel, meg akár anyagi, tehát ha most a döntéshozókra gondolunk például, anyagi erőforrást is, és mondjuk át kell gondolni egyes területeket, ami mondjuk a szociális háló, vagy a, ahogy te is mondtad, az intézményes rasszizmusban a szegregált oktatás témája, tehát hogy míg Amerika problémáját egy hashtaggel el lehet intézni, azért az itthoni rasszizmus kérdését ennyivel szerintem már régen kevés, tehát hogy az már egy átlagembernek is egy erős újra tanulást igényel, sok olyan folyamat, amit természetesnek vett, vagy beszéd, vagy a közbeszéd egyes lépései, és ezért igen, ez nagy kihívás. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy mindenképpen volt ezzel kapcsolatban egy nagyon álszent hozzáállás, és igyekeztünk mi is erre rávilágítani a podcastben, de hogy ez nem elég. Tehát nyilván erről sokkal többet kéne beszélni, sokkal inkább kinyitni a diskurzust, és ami még fontosabb, hogy erről ne csak szakértők, ne csak politikusok beszélgethessenek a fejünk fölött, hanem hogy ebbe közemberként is lehessen bekapcsolódni, tanulni egymástól, akár mint ilyen nyilvános fórumokat nyitni ezeknek, mert hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon régi évtizedes, évszázados sebek, ami nem gyógyul be attól még, hogy nem beszélünk róla. Igen, egyetértek veled, köszönöm. Ádám? Én kevésbé fogok tudományos választ adni. Egyrészt azt szeretném, szerintem egyszerűen még mindig nincs tele a tökünk. Egyszerűen még mindig nem vagyunk ott, hogy teljes egészében tele legyen a tökünk, és hogy mindenkiért, aki ebben az országban el van nyomva, együttes erővel álljunk fel. És amúgy számomra egy kicsit megrázó volt az, amikor felsoroltad ezeket a dátumokat, és mondtad ezeket a borzalmas magyar tüntetéseket, ahol mint a jó gyerekek, a továbbra is becsületesek, a továbbra is jól neveltek, gyönyörű szépen körülírjuk a neonácikat. Nem szélső jobboldali, ilyen-olyan, amolyan színpad, neonáci emberek mentek ki az utcára, ahol neonáciként viselkedtek, és egy neonáci jövőt is akarnak megvalósítani. Nem kell, és mindig itt tartunk, hogy kerülgetjük azt, és mi akarunk lenni a tisztességes emberek, mi akarjuk eljátszani a tisztességes embereket. Nem, azok vagyunk, mi vagyunk a jó oldalon, hello, ők a neonácik. Nem kell őket ilyen szép virágnyelven körbeírni. És igen, az emberek elmennek a Roma Lives Matter tüntetésről, mert nagyon sok ember még mindig nincs tisztában a magyar valósággal. Azért, mert nem beszélünk róla. Mert ahogy nem beszél, ahogy, és most csak hogy jófajta idegesítő LMBTQ aktivistaként visszacsatoljuk az LMBTQ társadalomra, ami az elmúlt napokban történt Magyarországon, az is borzalmas, ahogy átírták a fejünk fölött a alkotmányt, én így fogom nevezni, ahogy átírták a fejünk fölött az alkotmányt. És legtöbb ember erről nem igazán beszél, még hogyha vannak is itt-ott-amott különböző felháborodott cikkek, a mindennapi diskurzusnak ez nem lesz része, mert az emberek nem tudják, hogy mit él át ma Magyarországon egy LMBTQ ember, mit él át egy szivárványcsalád, miért lehet fájdalmas az akár egy 25 éves meleg férfinak, hogy ő neki jelenleg a jövőben nem lehet családja Magyarországon, ahogy nem tudják azt sem,
hogy ma egy roma hogyan él Magyarországon, mert nincsenek sztoriaik. És ez nem csak az embereknek a felelőssége, ez annak is a felelőssége, hogy rendkívül sokan hallgatnak. Számomra egy rémálom volt az, hogy este éjfélkor olvastam azt, hogy hogyan írták át az alkotmányt, hogyan vették el a jövőt Magyarországon a politikusok az LMBTQ emberektől, és utána reggel felmentem az Instagramra, és azt láttam, hogy csomó meleg ugyanúgy lövi a vidám szelfiket a külvilágba. És Jézusom, 5 órája, 6 órája taposták szét a jövődet ember, és elnézés a kifejezésért, leszarják. Nem érdekli őket. Ahogy nem érdekli az sem, hogy a roma emberek hogy élnek, hogy a zsidó emberek hogy élnek, hogy a fogyatékosok hogy élnek, hogy hogy él az az anya, akinek meg kell élnie havi 50 000 forintból, miközben otthon neveli a beteg gyerekét. És nem érdekli a kormányt leginkább, hogy ezek az emberek hogy élnek. És ez azért is van, mert még mindig nem vagyunk elég hangosak. Mert ezek a kirekesztett emberek még mindig nem beszélnek eleget. Még mindig nem mondják el azt, hogy ők hogyan élik meg a valóságot, és ez a valóság miért annyira borzalmas, miért kell utcára menni, és miért kell kiüvölteni magunkból azt, hogy így ebben az országban nem lehet tovább élni. A rossz taktika ebben egyedül az, hogy egyre többen vagyunk, akik elnyomottak. Amikor márciusban jött a 33-as törvény, 21 interjút készítettem transznemű emberekkel. Nem egy mondta el azt, hogy azért fontos a 33-as törvény, mert innen láthatjuk azt, hogy mit művel ez a kormány. Most a transzneműek vannak veszélybe, de vigyázzatok, mert fél év múlva megint mások lesznek veszélybe. És jöttek a transzneműek, jöttek a melegek, ki tudja, hogy fél év múlva majd kijön. És szépen, ahogy leszalámízzák az egész magyar társadalmat, úgy ezek a kisebbségek úgy lesznek majd többségben, és majd akkor valószínűleg többen maradnak ott majd a Roma Lives Matter kitüntetésen is, mert akkor lesz az, hogy ez a sok kisebbség majd egy közös hangot ad, ahol azt mondják, hogy oké, most már mi vagyunk többen, és ennyi embert nem tudtak elnyomni. Én remélem, hogy ez fog történni. Én reflektálnék arra, amit elmondtál, és teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, mert én is egyébként azt veszem észre, hogy azt látom, hogy vagy nem érdekel minket, hogy mi történik itthon Magyarországon, tehát az, hogy tényleg, mert hogy nem az én dolgom, tehát vagy ez megy, vagy iszonyatosan elfáradtak az emberek. Tehát az, hogy történt egy 33-as törvény, az gyakorlatilag a magyar társadalomnak ez olyan, mintha felment volna a kenyérára 200-ról 220 forintra, és azt elfogadják. És ez a borzasztó ebben, hogy ez normalizálódott. Tehát, hogy én szerintem Magyarországon a strukturális rasszizmus és elnyomás és mindenféle kirekesztés a transznemű embereknek a társadalmi elnyomása, a romáknak a marginalizáció, az LMBTQ embereknek a megszégyenítése. Tehát, hogy mindenki, aki más, az idegen, az gyakorlatilag Magyarországon normalizálódott, és az lett a trendi, vagy az elfogadott, hogyha ezeket vagy elfogadjuk, vagy nem is beszélünk róla. És igen, tehát, hogy mondtad a Humannek a címlapját, hogy ugye ez a legelső olyan címlap, ahol roma LMBTQ aktivisták is arcot adtak ezeknek az identitásoknak. És azért azt el kell mondani, ami tényleg tök jó, de hogy azért erre kellett nagyon sokat várni. Mert hogy szerintetek, tehát, hogy így most tényleg mindenkitől kérdezem, hogy készen van-e a társadalom arra, hogy közösen felszólaljunk a különböző társadalmi elnyomások ellen, vagy pedig továbbra is elfogadunk és bólogatunk mindenféle elnyomásnak vagy kirekesztésnek. Szerintem készen. Én már nagyon régen készen állok, legalábbis. Nagyon egyetértettem tényleg az előttem szólókkal, hogy ez ugyanaz az elnyomási struktúra. Tehát, hogy ezt fel kell ismerni a minden elnyomott csoportnak, hogy ez ugyanaz a narratíva, ugyanazok a törvényhozások, tehát, hogy ez folyamatosan ismétlődik, és egyszer csak összeáll a kép, és például most az SZFE szolidaritási tüntetések kapcsán volt az, hogy több szakszervezet is, például pedagógusok, roma aktivisták is, többen is úgy elmentek, és összefogva, és beszédet mondtak, és a többi, tehát, hogy mintha akkor, legalábbis úgy láttam, akkor kezdett el volna valami úgy mindenkiben
derengeni, hogy hát de gyerekek, ez az. Tehát, hogy velünk is ez történt, ja, velünk is, hát akkor fogjunk össze. Tehát, hogy ez nyugaton már egy ideje, ugye ez a metszett szemlélet megy, és próbálják fölhívni rá a figyelmet, hogy igazándiból nem vagyunk, tehát addig vagyunk kisebbség, amíg egyénenként, vagy kis csoportonként, kis marginalizált csoportonként küzdünk az elnyomás ellen. Onnantól kezdve, hogy ez a sok kisebbség egymásra ismer, meg a strukturális elnyomásra, onnantól kezdve már nem kisebbség. Én úgy kapcsolódnék az előzőhez, hogy van-e hangunk, nincs-e hangunk, vagy hogy ki mennyire szólal fel, vagy nem szólal fel. Én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon támogatja, vagy segíti elő senki. Szerintem az ilyen alulról jövő kezdeményezések nagyon sok van. Roma civil aktivisták is vannak, roma civil szervezetek vannak, de hogy nincsen hatékony érdekképviseletünk, sem a mainstream, sem nemzetiségi téren, mert hogy nem kapunk rá teret, én azt érzem, vagy hogy nem támogatják a láthatóságunkat, vagy hogy hangot, hogy a hangunkat hallottatni. És ez nem azért nincsen, mert hogy nincs alkalmas szakember a romák között, vagy hogy nincs tudás, vagy igény erre, hanem azért van, mert hogy a kormánynak van egy csomó látszatmegoldása, ami kimerül ilyen roma politikai bábokban, vagy közszereplők személyében, de hogy így, ha odáig eljutunk, hogy például ugye, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok törvényében is benne van, hogy a kulturális és média felületeket létrehozhatunk romaként, mikor oda jutunk, hogy akkor ezt szeretnénk megvalósítani, akkor elfogy a tőke, illetve a jogállamiság hiánya, a korrupció, a politikai akad hiánya, és ez mellett amúgy az Európai Unió passzivitása sem nagyon segíti azt elő, hogy például, nem tudom, roma fiatalok, vagy gondolkodók, aktivisták hallathassák a hangjukat. És például most az nagyon pozitív, hogy ebben a beszélgetésben én nekem legalábbis, hogy részt vehetek és hogy benne vagyok, mert ugye ez mondjuk a rasszizmusról is szól, de hogy nagy általánosságban sokszor az történik, hogy a rasszizmusról mondjuk 5 a többségi társadalomból jövő férfi beszél, amivel nincsen baj, de nem biztos, hogy a legjobb módja ezt implementálni, vagy létrehozni. És azt gondolom, hogy a véleményformálóknak nagy szerepe van abban, hogy a roma gondolkodók, civilek és aktivistáknak teret adjanak, láthatóságot adjanak a mainstream médiában, tévében, YouTube-on vagy Facebookon. És én azt érzem, hogy ez még nem biztos, hogy megtörténik, viszont nagyon fontos lenne, hogy szövetségesként, bocsánat, már nagyon este van, megtörténjen. Igen, és talán egyébként itt van egy ilyen nagyon nagy szakadék, már mint hogyha így Amerikára visszareflektálunk, tehát hogy azért a 90-es, 80-as, 90-es évektől kezdve azért így a globalizmus hatására gyakorlatilag intravénásan kaptuk az amerikai popkultúrát, ahol azért felbukkant, tehát hogy olyan alakok bukkantak föl, akiknek hirtelen, tehát hogy van az a státusz, amikor már a bőrszín eltűnik, de ezt láttuk amerikai példán, de hogy reprezentáció tekintetében azt gondolom, hogy Magyarországon ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hiányos, tehát hogy még talán ott sem, ahol mondjuk Amerika a 90-es években tartott, és ez óriási probléma. Tehát, hogy, és itt az ábrázoláson Judit sem nyilván a legsztereotípabb ábrázolásokat értettem, mint amiről már beszéltetek is többször, hanem mondjuk olyan szereplőket, akiknek nem az az elsődleges feature-ük, hogy romák például. Tehát, hogy ez nem ártana szerintem. Hát,
Meg még csak talán annyi, hogy nekem ilyen nagy sérelmem, hogy most itt az amepánzs, és hogy nagyon kevés teret kapunk a mainstream médiában, nagyon kevesen. Vagy így, tehát, hogy így nekem úgy tök meglepő volt az, hogy mikor elkezdtük így nagyon spontán, hogy az első adással, nem tudom, 10 000 fölötti nézettséget tudtunk produkálni, tehát én azt hittem, hogy jó van, majd megnéznek 100-an minket, aztán kész, de hogy én tökre örültem, de hogy annak ellenére szerintem az ilyen alulról jövő kezdeményezéseket kell igazán támogatni, vagy láthatóvá tenni. Ez igen, teljesen igaz, és ez mindig egy óriási harc. Bocsánat, csak itt. Ja, igen. Igen, ez mindig egy óriási harc és óriási nehézség, és ez egy a Humannek is egy óriási nehézsége már 9 éven keresztül. Ami fontos, hogy szerintem minden eszközt ki kell használni, és azért amellett nem szabad elmenni, hogy ma már nagyon sok eszköz van a kezünkben. Itt például említettem, hogy engem mennyire feldühített az, hogy emberek, akiket éppen jogoktól fosztottak meg, másnap szelfikkel indították a napot. De közben amúgy azt is hozzá kell tennem, hogy nem leszek ez a búskomor magyar, aki mindenben csak a negatívumot látja, hogy azért közben pedig azt látom, hogy rendkívül sok ember osztja meg a különböző meleg szervezeteknek, vagy híresebb meleg embereknek a gondolatait, videóit, képeit, vagy különböző meleg médiumoknak a cikkeit arról. Szóval azt is láttam közben, hogy nyilván nagyon sok embert nem érdekelt ez a dolog, pedig kőkeményen érintettek, de nagyon sokan voltak azok, akik viszont felkeltek, látták ezt a dolgot, és megosztották. És szerintem, amire rá kell jönnünk a mai világban, hogy, és nem mindenképpen csak mindig csak a számokat kell nézni. Ez egy borzasztó világ abból a szempontból, hogy látjuk a lájkok számát, látjuk, hogy hányan hallgattak minket, láttuk, hogy hányan néztek minket, látom én most, hogy hány ember néz minket élőben. Nem, rendkívül sok számmal vagyunk körbevéve, és ezekre a számokra alapozzuk a teljesítményünket, ami nyilván egy rendkívül érthető dolog, az üzleti életben egy alapvető dolog, a marketing egy alapvető dolog, de nem csak ebből áll az egész. Hogyha van egy podcastünk, ahol beszélünk dolgokról, és lehet, hogy ezt, mit tudom én, csak 300 ember hallgatja meg csak, és ezt így mondom, hogy csak, de abból a 300 emberből, hogyha 50 annak a témáját előveszi a vasárnapi ebéd közben, és elmesél a nagyinak, hogy mit hallott, és mit látott, annak a nagyinak, aki amúgy eddig csak a Magyar Egyet nézte, az már egy eredmény. És nem várhatjuk azt, hogy hirtelen több 100 000 embert fogunk meggyőzni a véleményünkről, és be fogjuk több 100 000 embernek mutatni ezeket a problémákat, és 2 éven keresztül, és 2 év alatt 10 millió embert meggyőzünk arról, hogy mennyire jó, hogyha csak a szeretetben hiszünk, és hogy van az a elképesztő science fiction hajozó gondolat, hogy minden ember egyenlő. Nyilván 10 millió embert nem lehet erről meggyőzni, hogy mennyivel egyszerűbb így békében élni. De nem csak a számokat kell figyelni, hanem igenis azt, hogy vannak emberek, akik küzdenek, vannak és hogyha te csak megosztod, igen, van ez a már nagyon sokszor elmondt mottom, hogy lehetsz aktivista azáltal, hogy megírsz egy cikket, de azáltal is az vagy, hogyha megosztod. Mert oszd meg, mutasd meg az ismerőseidnek, mutasd meg azoknak, akik nem élnek veled egy buborékban, hogy mi a helyzet. Úgyhogy nehéz, nagyon-nagyon nehéz küzdeni ebben az országban, de jelenleg ott tartunk, hogy 3 hallgató, 3 ember, aki elolvas, már azzal valami eredményt érsz el. És hogyha csak hogyha a tetteiddel csak egy embert meggyőzöl, vagy egy embert inspirálsz arra, hogy beszéljen erről a dologról, akkor már előrébb vagyunk. És szerintem jelenleg ebben az országban, most csak homofóbiáról, rasszizmusról, transzfóbiáról van szó, beszélni, kérdezni, és egy kérdéssel legyen problematikus, egy kérdéssel legyen jelenleg sértő, válaszoljunk rá, tegyük tisztába a dolgokat. Beszélni kell róla, akárhányan hallgatják, de hogyha mindenki elkezd róla beszélni, akkor mindenki fog róla beszélni. Ezekkel a gondolatokkal egyébként én is egyetértek, és valamennyire akartam ezt érinteni, ezt az utopisztikus ideológiát, hogy remélhetőleg egyszer mind a roma, mind az LMBTQ, mint a transznemű, mint a különböző nőmozgalmak, az afroamerikai mozgalmak, és minden olyan társadalmi csoport, akit
a patriarcha társadalom gyakorlatilag elnyom. Egyszer csak észreveszi azt, hogy a struktúra és a kirekesztés az gyakorlatilag ugyanaz, és hogy csak közös erővel tudjuk ezt megmozgatni. És amit még én is észrevettem, hogy egyébként ez valamennyire a mi oktatási rendszerünknek a hibája, de kérdőjelezzetek meg, hogy mi nem igazán tudunk kérdezni. Állandóan csak megmondjuk kb. A választ, megmondjuk, hogy mi a frankó. És egyébként ez van, hogy amikor jön egy ilyen jó kis frankó bejelentés, hogy ki a család, vagy ki az apa, ki az anya, ki a férfi, ki a nő, stb., akkor azt úgy nem tudunk kérdezni, hogy egyáltalán miért, tehát hogy ki és milyen jogon határozza meg ezeket az identitásokat, ki adhat identitást nekünk, és miért. Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy kérdezni nagyon nem tudunk, de meg kellene tanulni. Nem tudom, hogy még mennyi időnk van, így nézek. Még egy 5 percünk van. Igazából azt szeretném akkor még kérdezni a panel résztvevőktől, hogy van-e bennetek még valami, amit nagyon el szeretnétek mondani a témával kapcsolatban, vagy még egy lezárókört fussunk. Kezdjük Lucánál, utána Judit és Ádám. Először is nagyon, nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon élvezetes volt, és sokat, sokat tanultam tőletek, meg a válaszaitokból. És igen, tehát nekem is visszatérve Dezsőhöz, amit tudok rá reflektálni, hogy talán ez az autoritásnak a megkérdőjelezhetetlensége, ami érezni, és amit sokszor passzivitásként értelmezzünk, mert aktivistaként mi más, tehát hogy az, ami ki van jelentve, az egész egyszerűen úgy van, és ezt nem lehet, de meg lehet kérdőjelezni, tehát hogy ez része a kritikai gondolkodásnak, amit valóban a magyar oktatási rendszer nem ünnepel. Ez az egyik, a másik, de ezzel lehet tudatosan dolgozni és küzdeni. A másik pedig az, hogy bennem is sokszor van félelem az iránt, hogy egy buborékban élek, ami a legelfogadóbb, legkedvesebb, legpro-LMBTQ-bb feministább közeg, és mindenki mindenkit szeret és elfogad, de hogy ugyanakkor, amikor egy-egy ilyen cikk vagy neonáci masírozás szembe jön velem a Deák téren, akkor azért így pofán csap a valóság, hogy talán ez csak az én kicsi buborékom, és ameddig ekkora szakadék van, és ilyen polarizált a helyzet, addig mindenképpen van tennivaló. Úgyhogy ez a célkitűzésem a jövőre nézve, és köszönöm, hogy itt lehettem. Judit? Pillanat, itt vagyok. Én is nagyon örülök, hogy részt vehettem a beszélgetésben. Én igaziból csak annyit szeretnék így itt hagyni, hogy szerintem a sikeres szolidaritásnak az az előfeltétele, hogy tudatosak legyünk, és a privilégiumokat elismerjük, és hogy azt megértsük, hogy ez nem csak rólunk szól, vagy akármelyik más hasonlóan támadott, elnyomott csoportról, hanem a Magyarországon élő társadalom összes állampolgáráról. És hogy így szerintem akkor sikeres, akkor mondható sikeresnek a szolidaritás, ha nincs benne ilyen hatalmi pozícionálás, tehát nem lesajnáló, nincs ez a white savior, vagyis a fehér megmentő jelenség, hanem méltóságteljes és szövetségesként, partnerként kezelik egymást benne az emberek. És én tökre remélem, hogy hamarosan egyértelművé válik mindenkinek, hogy nem lehet semlegesnek maradni, vagy csendben maradni, mert hogy ezzel a döntéssel a kvázi az elnyomók oldalára kerülnek át, ha akarják, ha nem ezek az emberek. És én örülnék, hogyha mindenki merne álláspontot foglalni, és hangot adni, és cselekedni. Úgyhogy én próbálom ilyen pozitívan befejezni ezt a beszélgetést, úgyhogy remélem, hogy így hát nincs minden még veszve,
és ne is várjuk meg szerintem, hogy eljussunk odáig. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm én is. Ádám? Hát én is köszönöm, hogy itt lehettem, és én is rendkívül sokat tanultam minden válaszból, úgyhogy azokat külön köszönöm, mert tényleg tök jó vasárnapi program volt itt lenni, bár még nem nagyon emelkedett fel ennyire a vérnyomásom egy kerekasztal beszélgetésen, mint itt. Annyira belemásztam itt a dolgokba, de ma már nem nagyon lehet itt máshogy élni, mint folyamatosan magas vérnyomással. De itt szerintem tök fontos volt, hogy Judit kiemelte azt, hogy fontos az, hogy folyamatosan elmondjuk a véleményünket. De szerintem emellett ugyanannyira fontos, hogy kérdezzünk. És ezt már az előbbi válaszomban mondtam a kérdések fontosságát, de tanuljunk meg kérdezni. És nem csak azt tanuljuk meg, hogy megkérdezzük a különböző emberektől, hogy te hogy vagy, te miért gondolkodsz így, mi lehet a te igazságod, mert olyan soha nem lesz a világban, hogy csak nekem vagy csak nekünk lesz igazunk, mindig van egy kicsit a másiknak is igaza valamiben. Találkozzon a két világunk, legyen abból egy közös gondolkodás, legyen abból egy közös beszélgetés, és magunkat is kérdezzük folyamatosan. Én miért gondolkodok így? Én miért reagáltam ebben a másodpercben valamire így? Én miért lettem most dühös? Stb. Folyamatosan legyenek bennünk kérdések, és legyünk nyitottak a világra, legyünk nyitottak arra, hogy lássuk azt, hogy valóban lehet egy buborékban élünk mindannyian. És azon a buborékon kívül van egy sokkal rosszabb világ is talán, amin ugyanúgy kell segíteni, és amivel kapcsolatban ugyanúgy kell kérdéseket feltenni. És hogyha valaki homofób, hogyha valaki transzfób, hogyha valaki rasszista, akkor ne egyszerre menjünk neki, hanem gondolkodjunk el, hogy ő miért gondolkodik így, és tegyünk fel magunkba a kérdést, hogy hogyan tudjuk az ő álláspontját megváltoztatni. Mert hogyha eldöntjük valakiről, hogy rasszista vagy homofób, és utána ott hagyjuk az út szélén, ő ugyanúgy rasszista és homofób fog maradni. Meg kell változtatni a gondolkodását. Hogyha a nagyi megint elkezd négerezni, vagy a nagyi megint elkezd buzizni a vasárnapi ebéd közben, akkor ne legyintsünk arra, hogy jó van, a mama már hülye. Nem, a mamának magyarázzuk el, hogy ahogy ő gondolkodik, az nem frankó. Ahogy a tesóknak is magyarázzuk el, az unokatestvéreknek, vagy szomszédoknak, mindenkinek. Ne hagyjunk embereket rasszistának, vagy homofóbnak. Tegyünk fel magunknak kérdéseket, és tegyünk fel nekik is kérdéseket, és írjuk el, hogy ők is tegyenek fel nekünk kérdéseket, és válaszoljunk minél okosabban. Úgyhogy én ezt tudom ajánlani mindenkinek, és köszönöm, hogy itt lehettem. Én is nagyon köszönöm mindenkinek a válaszokat, és én is azt is egyébként köszönöm, hogy kérdezhettem tőletek, és hogy egyébként, hogy így virtuálisan és valamennyire fizikai térben is találkozhattunk, és én azt gondolom egyébként, hogy ez a platform egy nagyon fontos platform, mert ugye mindannyian, akik most ebben a panelbeszélgetésben részt vettek, valamennyire különböző identitással rendelkeznek, de azért, vagy rendelkezünk, de azért mégis nagyon sok közös pontunk van, és hála az összes Istennek, megtaláltuk ezeket a pontokat, és azt gondolom, én is ilyen pozitív nótként, hogy ezeket kell kihangsúlyozni, mert azt gondolom, hogy csak ezek mentén tud bármiféle társadalmi változás és társadalmi jólét gyakorlatilag történni. És egyetértek Ádámmal, Judittal és Lucával, hogy kérdezzünk közösen és kérdezzünk vissza, és akár feleseljünk is, de ne hagyjuk magunkat elnyomni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és további szép estét. Sziasztok! Sziasztok!